Ha megismerkedtünk tehát az átlójukkal, akkor nézzük, hogy mi lesz egy hasábnak az átlós metszete. Hát az átlós metszet valójában, amikor a hasábot egy síkkal fogjuk metszeni, mégpedig úgy, hogy ez a sík illeszkedjen az átlóra. Úgy is mondhatnánk, hogy a testátló mentén ketté vágnánk a hasábot. Nézzük konkrétan, hogy mit is jelent ez a definíció. Tehát, hogyha én megrajzolok egy testátlót, ugye egyik csúcsból a szemközti csúcsig, olyan síkokat kell most, hogy megrajzoljak, amelyek áthaladnak ezen. Többféleképpen rajzolhatunk ilyen síkokat, íme itt lesz az egyik ilyen sík. Tehát ketté vágjuk, úgymond az átló mentén a hasábunkat. Tudunk-e még ilyen átlós metszetet megrajzolni? Igen, ugyanebből a testátlóban indulunk, és így is meg tudjuk rajzolni, minthogyha egy létrát rajzolnánk, tehát lentről fölmegyünk. Van-e még ilyen lehetőség, hogy átlós metszetet rajzoljunk a hasába? Természetesen ugyanarról a testátlóról van szó, és íme itt is meg tudjuk rajzolni, tehát az átlós metszetet. Tehát az átlós metszet valójában, hogy ketté vágtuk a hasábot, és láthatjuk, hogy minden egyes alkalommal egy téglalapról van szó, tehát a hasábnak az átlós metszet az egy téglalap. Az elkövetkező néhány percben a hasáb testhálójáról fogunk beszélni. Kezdjük először is a kockát. Mi is az a testháló? Fogjuk a kockát, és képzeljük el, hogy szétnyírjuk az oldal élei mentén. Tehát lebontjuk úgymond az oldalait, és akkor, ha szétfeszítsük, akkor a következő hálózatot fogjuk kapni. Tehát a kockánknak ugye van egy alapja, erre az alapra illeszkedik négy oldalt, tehát négy lapunk van, ugye ez a palást, és hát még egy másik alap is található, íme így néz ki tehát a kockának a testhálója. Mármely hasábnak meg tudjuk rajzolni a hálózatát. Nézzük akkor a következő téglatest, a következő hasáb, amivel nagyon sokat foglalkozunk. Ennek is van egy alapja, ugye ez egy téglalap. Az oldallapjai, vigyázat, itt most már nem egyformák, ugye van úgymond két kisebb és két nagyobb, és természetesen, ha alulról volt egy alapja, fölülről is kell, hogy legyen egy alapja. És íme így kaptuk meg, tehát a téglatestnek a hálózatát. Próbáljuk meg most a szabályos háromoldalú hasábot. Induljunk az alappal, ugye ez egy háromszög. Láthattuk, hogy végig ezen a példán dolgoztunk, tehát ezzel ismerkedtünk. Három téglalappal találkoztunk, ez volt neki a palástja. És valahol, ami volt alap, ugyanez meg kell, hogy jelenjen fölülről is, tehát ez lesz a másik alapja. Nézzük meg a következő hasábunkat, a szabályos négyoldalú hasáb. Ugye tudjuk, hogy az alapja egy szabályos négyszög, vagyis jelen esetben ugye tehát konkrétan négyzet. Az oldallapjai, nem muszáj, hogy négyzetek legyenek, azt már a kockánál láttuk, az oldallapjai most téglalapok lesznek, tehát amikor az egyik oldala magasabb, mint a másik, tehát palástról, a palástja ugye az négy téglalapból áll, és ha már alulról volt egy alap, fölülről is kell, hogy legyen, így kaptuk meg a szabályos négy oldalú hasábnak a hálózatát. És amivel még megismerkedünk, a szabályos öt oldalú hasáb, alapja ötszög, minden egyes oldalához, tehát az ötszögnek az oldalához valójában egy-egy téglalapot kell most, hogy rajzoljunk, íme, hiszen ugye ezeket, mikor lebontottuk, akkor ezt kaptuk meg, és hogyha alulról van egy alap, akkor fölülről is kell, hogy legyen, hát ezt az ötszöget bármelyikhez el tudjuk helyezni, tehát mindegy, hogy hova rajzoljuk. Íme tehát így néz ki, tehát itt van az alapunk, ugye abból mindig kettő van, és itt van a palást, ami jelen esetben öt darab téglalap, ugye mindig ahány oldalú a sokszög, annyi téglalapból áll a palástja. És akkor végül, de nem utolsó sorban nézzük a hatoldalú hasábot is. Hát az alapja az egy hatszög. Ha már szabályos hatoldalú hasáb, akkor szabályos hatszög. Minden egyes oldalához a hatszögnek egy téglalapot fogunk rajzolni. Ez lesz ugye majd a palástja. És hát az alap az valójában két hatszögből áll. Egy, ami alulról van, és egy, ami fölülről. Ezt a hatszöget bármelyik téglalap tetejére tudnánk még rajzolni, tehát így kapjuk meg az alapot, illetve a palástot. Íme megismerkedtünk a hasábnak a legfontosabb elemeivel. Köszönöm a figyelmeteket!